Jó napot, sziasztok! Márton Luca vagyok, és a prezentációmat először a tervező grafikai alapismeretekkel kezdeném, ahol Zeman Zoltán volt a konzulensünk. Itt, ahogy már beszéltük, épületillusztrációk voltak ugye az alapfeladat, de nálunk lehetett különböző élőlényeket is választani, állatokat, embereket. Így én különböző virágokat illusztráltam, viszont annyiban megtartottam ezt a bőrön matricás jelleget, hogy a különböző országoknak a nemzeti virágait készítettem el. És íme itt vannak a matrica illusztrációim. Én összesen 4 színt használtam a virágoknál, ezt a rózsaszínt, kéket, lilát és sárgát. És hát a virágaim így eléggé kidolgozottak maradtak, és ilyen nagyon kis finomak, elegánsak, és mindegyiknek különböző háttérszínt adtam, ami különböző élénk színekből áll, és ez dobja föl így a matricát, ettől lesz ilyen élénk is vibráló. Látható az összes illusztráció egyben, illetve itt vannak a kinyomtatott kész matricáim. És itt vannak így elhelyezve különböző urbánus környezetben. Illetve ezekből a matricákból kellett készíteni ikonokat. Én az ikonoknál ilyen leegyszerűsített geometrikus formákat használtam, ügyelve arra, hogy azért a virágok felismerhetőek maradjanak. Ebből kellett készíteni vonalas verziót, ilyen kitöltött verziót és színes verziót is, ezek láthatóak különböző illusztrációk mellett. És akkor itt láthatóak ugye a vonalasak egyben, fekete háttérrel a kitöltöttek is, illetve a színesek. Nekem talán a vonalasak a kedvenceim, de én ezeket a matricákat, vagy hát ikonokat ki is nyomtattam matricaként, mert nem tudom, nekem annyira tetszettek, hogy muszáj volt. És itt szerintem a legütősebbek a színesek lettek. És akkor ezeket is kiragaszgattam különböző helyekre. A következő óra a tipográfia volt, ahol a konzulensünk Rudics Mónika. Itt a feladatunk egy könyv törtelése és illusztrálása volt, és én az elátkozott Ellát választottam, ami már régóta az egyik kedvenc könyvem. És úgy gondoltam, hogy ezt nagyon jó lenne illusztrálni. Itt is egyszerű színvilágot használtam, összesen 3 színt alkalmaztam, egyszerű formákat, amiket ilyen virágmotívumokkal dobtam föl. És talán nekem ez volt így a kedvenc feladatom a fél év során, még a tördelés is. És akkor itt van a kész könyv, ami szerintem nagyon jól sikerült. És itt látható egy életnagyságban. Eléggé ilyen kis könyvet terveztem, és hát pont olyan lett, mint amit szerettem volna, szóval ennek nagyon örülök. A következő óra a kreatív vizuális gyakorlat volt, ahol a konzulensünk Szigeti Csongor
Itt először a sketchbookomat mutatnám be, ugye a párom, akivel cserélgettük a sketchbookonkat, Ilyefalvi Csenge volt. Ez az én sketchbookom, ami szerintem egy szendvicsre hasonlít, így végső formájában, ezért kapta a projekt a Sketch Sandwich nevet. És akkor ezek így a bejegyzéseim, pár látható, amit Csenge fotózott be, mindig odaírtam, hogy amikor az ő fotója szerepel, vagy az ő bejegyzése. Én akkor inkább viszonyok. Én mindig valami olyat raktam a sketchbookba, ami éppen így az adott héten így megragadott egy fotót, amit készítettem, vagy egy mondat, ami így megragadott a héten. Itt például a baloldali az Csenge bejegyzése, amire én a jobb oldalit készítettem, ugye ez átlátszódott a túloldalra, ez a grafika, és akkor én rajzoltam egy másik arcot így a tükör túloldalára. Ezek még így Egerben készültek. És akkor például itt az a szívünk egy kis napsütést, ez egy ilyen mondat, ami így megragadott. De vannak csak így dolgok, amiket találtam így a szobámba, és így beragaszgattam. Sok helyen ilyen kis cetlik, amikre írtam, vagy életesemények például itt. Illetve itt a baloldali és a Csengének a sminkes rajzára készült. Én itt bekentem az arcomat, és azt töröltem le egy ilyen rongyal. Illetve itt is a baloldali az Csengével közösen készült. Itt mindenfélét beragazgattunk a sketchbookba, amit itt találtunk. Ezt a képet például ő készítette róla. Itt is a felső szíj felirat, azt ő készítette, én meg a túloldalára csináltam egy másik grafikát belőle. Ez is egy közös képünk. Itt ő készítette a feliratokat, én meg ragaszgattam rá mindenféle dolgot. Szerintem elég jól sikerült. Itt az a háttérsztori, hogy beszélgettünk a barátommal, és felvetette, hogy vajon hogy fodrászolnak a fodrászok, hogy ha mindenkinek maszkban kell lennie, és akkor így kitaláltuk, hogy a Borbé is biztos csak úgy tudja a szakállat lenyírni, hogy csak így a maszk körül. Itt a jobb oldali a szintén Csengével egy közös kollázs. Illetve kellett a Philip során készítenünk egy prezentációt egy kedvenc művészből. Én Wes Andersont választottam, aki egy filmrendező, és engem nagyon inspirál a stílusa, ahogy a filmjeit elkészíti, az az összeszedettség, és hát ahogy így megszerkeszti az egészet, meg ahogy megkomponálja. Ez így pár kép kocka arra a kis előadásról. És akkor az utolsó óra a tárgyábrázolás, ahol a konzulensünk Molnár Zsolt volt. Itt az első feladatunk egy rajzkészítése volt, vagy hát három rajzkészítése egy kedvenc tárgyról. Először egy hiperreális stílusban kellett megrajzolni. Én egy prizmás medált választottam, amit a barátom készített nekem. Ez a hiperrealisztikus rajz, ez egy négy tónusos digitális rajz, ugyanarról a tárgyról, illetve egy absztrakció. Itt a második feladatunk az Inktober volt. Ez itt az összes bejegyzésem, mind a 31, vagy hát alkotásom. Én nem igazán tartottam egy egységes stílust, így próbáltam mindenfélével kísérletezni. Talán az ilyen visszatérő elem, hogy sok helyen ilyen foltokat festettem tintával, vagy tussal, és arra rajzoltam rá filccel. Itt is látszik például egy ilyen folt.
vagy valahol csak foltokat használtam. És az utolsó feladat egy plakáttervezés volt, az Inktober szavaiból ki kellett választani egy szót, és én a Dizzy-t választottam, és abból egy ilyen táncfesztiválnak készítettem plakátot, ami itt látható. Az online portfólióim, itt látható a Behance-em, az Instagramom, és a saját honlapomra is feltöltöttem pár munkát. És köszönöm a figyelmet!